Kertbarát. Köszöntöm a Kertbarát nézőit! Az előző műsorunkban már beszéltünk a kánikuláról, a forróságról, a szárazságról. Akkor arra jutottunk, hogy egyre többen próbálkoznak otthon citrusfélékkel, vagy éppen pálmákkal. Most Vitnyéden vagyunk egy banánkertészetben, ahol azt nézzük meg, hogy az igazán pici magokból hogyan tudunk banánt nevelni, hazavinni a banánnövényt, és otthon sikeresen banántermesztésbe fogni. Egy picit segítek, megnézem, hogyan kell banánt ültetni, és utána beszélgetünk arról, hogy otthon milyen körülmények között lehet a banánt felnevelni. A kertészetekben a nyári meleg miatt sem állt meg a munka. Sőt, az igazán nyári meleg az éghajlatváltozás miatt érkeztünk Vitnyédre, ahol a banánpalánták nevelésébe pillanthatunk be. Vitnyéden vagyunk a vitnyédi kertészetbe, egy nyári növényekkel és őszi krizantémárvácska lágyszárú kiültetés anyaggal foglalkozunk, és hát újabban gyakorlatilag kacsingatunk egy kicsit a trópusi melegkedvelő növények, többek között a banánok termesztése, filodendrónok, fikuszok, pálmák termesztése irányába is. A Kertbarát előző adásaiban már beszéltünk az éghajlatváltozásról, és arról a tényről, hogy emiatt sokan vágnak bele a kiskerti pálma és citrus nevelésbe. Arról érdeklődtünk, hogy a kíváncsi kertész milyen növényvédelemmel kalkuláljon. Hát kezdem azzal, hogy növényvédelmet gyakorlatilag nem igényel, netán, hogyha szívó vagy rágó kártevőket látunk, ezt vagy kémiai úton, vagy esetleg kézzel is leszedegethetjük, ha látszanak. A gondozás az ugye kétféle módon is lehet, ugye kiültethető banánok is vannak, és van, ami edényben, dézsában nevelhető. Utóbbiakat teleltetni kell, tehát egy fagymentes 10-15 fokos helyiségben, üvegházba, fóliába. A kiültethető banánok, ugye a legnépszerűbb a Musa Basjó, ami viszont véleményem szerint nem elég gyorsan növő fajta, és én egy két éves kísérletezés után, próbálkozás után egy Valbiziana nevű banánt, édes banán egyébként, hidegtűrő, nagyon gyorsan nő, tehát egy év alatt akár 3 méteres magasságot is eléri, tehát azzal érdemes, úgy gondolom, kiültetésbe foglalkozni, erős takarással, áttalál, jól begyökeresedve, tehát edényben nem szabad kint hagyni, begyökeresedik, és akkor gyakorlatilag átteleltethető. És akkor jöjjön a lényeg, nézzünk bele a napi munkába. Az egészen kicsi palántától nagyobb növényig láttunk Vitnyéden mindent, de hogyan készül a banán? A banán nálunk úgy készül, hogy magot vásárolunk először is, és hát vagy szórt vetéssel, vagy szemenként tálcába elvetjük. Ez a fajta viszonylag gyorsan 2 hét alatt csirázik, és utána egy nagyobb sejtes tárcába kitűzdeljük gyakorlatilag. Szintén megvárjuk, amíg 2-3 hét alatt kinövi ezt a tárcát, és ültetjük nagyobb cserepekbe. És akkor ez így folytatódik tovább, tehát elkezdjük árosítani a kisméretbe a banánokat, és olcsóbban, és ahogy növekednek, nyilván az ára is kissé emelkedik, nagyobb edénybe kerülnek, és hát többbe is gyakorlatilag. Ha a műsorunk hatására valaki azon gondolkodik, hogy házi banán termesztésbe kezd, nyugodtan vágjon bele, viszont van pár aranyszabály. Igazából nálunk egész évben kapható a banán, kiültetni igazából tavasszal, inkább április végét mondanám, amikor már nincsen fagy, mert ezek a növények még ugye nem szokták meg a kinti klímát, és azért sérülhetnek, hogyha hosszan hideg hatást kapnak. De és gyakorlatilag egész nyáron lehet nálunk vásárolni, kiültethető. Úgy gondolom, hogy még augusztus 20-a körüli időpontban még érdemes ültetni, addig be tud gyökeresedni, és nem lesz vele az áttelelésnél probléma. És ha már vásárlás, kövessük végig a növény életútját, a vásárlástól egészen a születig. Mindenképpen kell neki egy téli hideg periódus, ha dézsában neveljük, ha kiültetjük, mindenképpen szükséges, hogy lehűljön,
1-2-3-4 hónapon keresztül, és ugye ez indukálja gyakorlatilag a virág képződést, és hát egy nagyon látványos, erőteljes virágzatot fejleszt gyakorlatilag a banán, és hát fogyasztható, amennyiben ugye megérik. Tehát egy éves növény is akár már teremhet. Kertbe való kiültetésnél nagy mennyiségű, viszonylag nagy mennyiségű szerves trágyát meghálálja, de egész termesztés, illetve hát a vegetáció során nitrogénigényes növény, ugye a zöld tömeget azzal tudjuk növelni. Hogyha dézsába marad, akkor szintén szerves trágyázhatjuk is, illetve hát műtrágyák közül főleg nitrogén túlsúlyos, de összetett, tehát komplex műtrágyák is szóba jöhetnek. A növényt, hát igazából nálunk napon van, ugye fóliasától egész nap tűzi a nap, tehát kint is lehet napra tenni, de azért, ha egy kis fél árnyékot kap, az is megköszöni, mert ugye azért a tűző nap azért égethet. A vitnyédi kertészetben egyébként a banánpalánták mellett pálmákkal is foglalkoznak. Külön büszkék rá, hogy a pálmákat is magról nevelik. Pálmákkal is foglalkozunk, szintén saját magvetés. Ami kapható nálunk, ezek a Washingtonia robusta elsősorban, Washingtonia filifera, és Trachycarpus fortunei, ami a kínai kenderpálma, ez utóbbi télálló, előzőeket tehetetni kell. Szintén magról vetjük, és gyakorlatilag az egyéves növény már olyan 40 centi körüli méretet ér el. Hát banához hasonlóan nitrogénigényes, vízigényes, melegigényes. A kertészet üvegháza fűthető, szellőztethető, de otthon hogyan készüljünk? Néhány hasznos tippet is hozunk nézőinknek. Arra kell ügyeznünk, nehogy nagyon elnőjenek igazából. Télen fűttünk, nem túl meleget tartunk télen, tehát még a 15 fokba is fejlődik kielégítően a növény nálunk, úgy a pálma is, mint a banánok is. Viszonylag könnyű termeszteni, én azt mondom. Ugye a fagy érzékenyeket mindenképpen április végén, közepén érdemes kitenni szabadba, sok vizet, sok tápanyagot, neki ez egy nagyon fontos indító tápanyag, és ugye nyáron fejlődik erőteljesen végül is a növény, tehát mindig legyen tápanyag, víz, nagyon sok, és akkor nem marad el a várt hatás, gyakorlatilag őszre már egy akár kétszer akkora növényt is be tudunk tereltetni, mint amikorát vásároltunk. És ami kiülthethető, fagy, tűrő, hát azokat a pálmákat meg gyakorlatilag az enyhe teleken nem is szükséges takarni, hogyha extrém mínusz 10 alatti fagy esetén, tartós fagy esetén azért nem állt egy kis szalma, mulcs, avar, aztán rá egy kis fólia akár, tehát ami megvédi a fagyástól. Arra azért figyelni kell, hogy rágcsálók ne telepedjenek meg túlzottan, mert ugye az nem fog jót tenni a pálmánknak. Ezúttal irány Szlovákia, ahhoz a gazdához látogattunk el, akinek valóban mákja van. Pén Bálintot először arra kértem, mutassa be a gazdaságot. Egy családi gazdaság vagyunk, Felvidék legdélibb lakott pontján, Paton. Elsősorban szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk, a családi gazdaság több mint 400 hektáron gazdálkodik, immár több mint 15 éve, és a növénytermesztésünkre jellemző az, hogy több mint 5 éve igyekszünk az összes területünket átállítani ökológiai művelés módszereire. A már általánosnak mondható mezőgazdasági kultúrák mellett a PEMAK nagyban foglalkozik mák termesztésével is. A technológia mára már kinőtte magát Bálintéknál, amire a kezdeteknél talán nem is gondoltak. Alapvetően a vetésforgónk ugye klasszikusan, mint a családi gazdálkodóknál általában a gabonafélékkel működött, és hát itt a környékünkön tipikus volt a mák termesztése, de ugye kiskertekben általában. És ez azt lehet mondani, hogy úgy az utóbbi 20 évben, mióta elterjedtek a
hipermarketos bevásárlások azóta teljes mértékben visszaszorult. Tehát a kiskertekben nagyon kevesen termelik már meg a kis mák mennyiségüket, amit évente elfogyaszt a család, illetve hasonlóan, mint a zöldség, meg más egyéb, amit a környéken tipikus volt, ez nagy mértékben visszaszorult. Tehát megjelent a piacon egy olyan igény, hogy a jó minőségű étkezési mákra kereslet mutatkozott, és mi úgy gondoltuk, hogy mivel azt gondoljuk, egy kicsit értünk hozzá, így belefogtunk. Akik ismerik a mákot, tudhatják, hogy egyfajta kettősség jellemzi. Egyaránt tudunk mellette és ellene is érvelni. A mák növényről azt kell tudni alapjába véve, hogy szinte az egész növény úgy, ahogy van, majdhogy nem mérgező. Szerencsénkre ugye a mák mag az megcsemege. Úgyhogy a mák növényhez nem illik úgy hozzá nyúlkálni, főleg zöld állapotában nem. Ugye az közismert, hogy a mák gyógynövényként is működik, tehát nyugtató, illetve altató, meg köhögéscsillapító hatóanyagokat is állítanak elő belőle. Ez Szlovákiában azért érdekes, mert itt még a mai napig működik egy olyan földolgozóüzem, ahol a morfin hatóanyagot nyerik ki a mák szalmából. Ezt ugye száraz mák szalmából nyerik ki, és olyan fajtákat termeltet ez az üzem, ami elsősorban ezt a célt elégíti ki, és a mák magja az nem igazán olyan kellemesen édeskési ízű, tehát általában ezt a mákot ugye nem szeretik a fogyasztók, hogyha csak így zacskóba megkapják, és abból készítik a kis süteményeiket. És ugye a mi profilunk, a mi vonalunk elsősorban az az étkezési fajtákra szűkül. Az étkezési fajtájú máknál pedig azt kell tudni, hogy ott az elsődleges cél az, hogy egy szép, kékes színű mákot tudjunk betakarítani, és az íz az lehetőleg minél édesebb, minél kellemesebb legyen. Akik mák vetésében gondolkodnak, ők vagy szeptember végétől október végéig tehetik meg, és bár tavasszal is lesz szezonja, a száraz időjárás miatt ezt már egyre kisebb sikerrel abszolválhatjuk. Vannak ugye őszi fajták, azokat általában a szeptember végétől október végéig szokás vetni. Mi ezeket a fajtákat preferáljuk, a véget, hogy az utóbbi időben nagyon sok a száraz tél, száraz tavasz, és nagyon bizonytalan általában a tavaszi máknak az indulása. Régi hiedelem szerint ugye azt mondták, hogy még karácsonykor is, hogyha hó van, akkor kiszórták otthon a háziasszonyok a hóra a mákot, tehát az egy ilyen szerencsét jövendőlő mákvetésnek számított. A régi mondások szerint a mákot két henger közé kell vetni, és meg kell hallania a déli harangszót. Konyhanyelvre fordítva, sekélyen, tehát 1 cm mélyre kell vetni, tömör, apró morzsás magágyat igényel. Kiskertben leginkább kiszórják és gerebjével enyhén döngölik, na meg a kiskertben ne felejtsük el egyelni az ültetvényt. Egyébként sok nem kell belőle, nagyban 1-1,5 kiló vetőmagot számolnak hektáronként, a vetés után pedig ugorjunk az időben, térjünk rá az aratásra. Két módon takaríthatjuk be. Vannak a hagyományos módszerek, amikor ugye törték a mággubót, és úgy volt leszedve. Ez ugye olyan kézi munka és költségigényes manapság, hogy ezt már nagyon kevesen alkalmazzák. Mi még ekközül a gazdaságok közé tartozunk, hogy egy kis mennyiséget leszedünk így azért, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy ez milyen minőségű termést jelent. És a nagy többségét természetesen a máknak azt klasszikus gabonakombájnnal takarítjuk be. Vendéglátóink Paton igazi terüly-terüly asztalkámmal fogadták stábunkat, természetesen mindegyik valahogy mákos volt. 6 évvel ezelőtt itt Paton aztán úgy döntött a család, hogy a Pemak márka név alatt fogjuk a mákból készült termékeinket forgalmazni, és itt az alapvető gondolat az arra terjedt ki, hogy a máknak a felhasználását az édességipar és a pékiparon kívül más nem nagyon kutatja, nem nagyon fejleszti. És mi, amikor a szakirodalmat olvastuk, főleg a feleségem, aki ennek utána járt, rájött arra, hogy a mákolajat azt nagyon szépen ki lehet használni kozmetikai célokra, tehát bőrápolásra nagyon jó hatása van. Ezért aztán megpróbáltuk azt, hogy milyen módon lehetne ezt a bőre kellemes módon rácsempészni, és az egyik ilyen forma lett, ami jól bevált, ez a szappan. Olyan szappan készül nálunk, illetve a szappankészítőink által, ahol a lehető legmagasabb százalékban tartalmazza a szappan a mákolajat, és nagyon kellemes, hát úgy mondhatnám, hogy bársonyossá varázsolja a bőrt, és nagyon jó visszajelzések vannak olyan szülőktől, meg olyan vásárlóktól is, akiknek ekcémás, hogy problémás bőrük van. Ezt ugye mi a saját gyerkőceinken is teszteltük, tehát itt is bevált, és hát aztán tovább fűztük ezt a gondolatot, és most már
nagyon jó minőség, ilyen természetes krémek is készülnek így a mákolaj felhasználásával. Nagyon sokan fogyasztanak belőle, meg visznek az édességeinkből, amit ugye vannak csokoládék, ilyen kis lekvárral sült pogácsaszerűségek, és bombonjaink is vannak, tehát az édességpaletta elég bő, és idővel aztán jött egy olyan igény, hogy mi lenne, hogyha valamilyen férfiasabb mákterméket is tudnánk az asztalra tenni, és így született meg a gondolat, hogy próbáljuk meg ezt a mákot kifőzni. És ugye, mivel a piacon vannak likőrtípusok, ami fogyasztható, ezt szintén még az édesség kategóriába soroljuk, megpróbáltuk azt, hogy valahogy ezt a mákot egy igazi ilyen pálinka formába tudjuk megörökíteni, és ebből született a Pemakovica, amit nem szabad ugye Magyarországon pálinkának nevezni, ugye ez egy ilyen gejsz típusú ital, tehát gyümölccsel együtt van kifőzve, és hát egyelőre nagyon jók a referenciák, és jó hangulatot kelt általában. Színünk továbbra is Szlovákia, Paton vagyunk, ahol a hagyományos mezőgazdaság és a különleges mágtermékek mellett a lágyabb női vonal, a virágok is szépen megférnek. Üdvözöllek titeket a legdélibb kertészetbe, virágkertészetbe. 2001-ben kezdtem csinálni az évelőket, termelni az évelőket. Igazából először nagyon szűk volt a szortiment. Úgy lehet engem megtalálni Melissa néven, évelős kertészet Melissa, és jóformán már 20 éve vagyok a piacon, és a út az hosszú volt, 20 év alatt sok tudáshoz jutottam, sok tapasztalathoz, és ma a szortimensünk ott van, hogy 800 fajta féle növényt termelünk. Azokhoz tartozik a díszfüvek, gyónnövények, sziklakerti növények, árnyékba való növények, talajtakarók, szárazságra is nagyon sokféle növényeink vannak, és vágásra is. Úgyhogy nálunk meg lehet találni nagyon sok mindenféle fajtát, sokféle helyre, sokféle alkalomra. Például a kezembe tartok most egy nagyon szerény növénykét, gipszofila, egy szárazság tűrő növényke, amely szereti a napsugarat, és ha vissza van vágva, akkor újból tud virágozni. Cserébe is alkalmazható, sziklakertbe is alkalmazható. Itt az ősz, sokan szeretnék ilyenkor szezonális virágokkal díszíteni a ház környékét. Ebben is segítünk pár tippel. A évelők azok olyan növények, akik minden, nem kell minden évben ültetni, hanem kiújulnak, vagy újból nőnek, és egész évben, amikor nincs befagyva a föld, lehet ültetni. Sokan kérdezik tőlem, hogy ha forróság van, hogy ajánlom-e, hogy ültessék. Az a feleletem, hogy nyáron cserébe, ha kibírja, akkor a földnek jobban örülnek. És őszre mit ajánlok, mert jön az ősz, ugyebár. Nagyon szépek a díszfüvek, soknak gyönyörű lombozata van, őszi lombozata, sárgától narancssárgáig, sőt barnáig. Akkor évelők, aminek színes a levele, azok is nagyon jól kombinálhatóak, és az őszi virágok közé a én liblingjeim, azok a szédumok, amelyek sok mindent bírnak, sokféle alkalmazásra használhatók, cserébe, földbe, ablakokba, nagyon jól kombinálhatóak. Sőt, nagyon szépek a őszi anemone, a szellőrózsák is nagyon szépek. Nagy a választék manapság, a fehértől pirosig, akkor a Ceratostigma plumbaginoides, ami gyönyörű kék virággal díszíti a kertünket, jó kombinálható tűlevelű fákkal is, cserébe is nagyon jó bírják.
A kertészetekben állandó kérdés, probléma, hogy árnyékos helyre mit ültessünk, ami jól is érzi magát. Erre is kaptunk választ. Sok embertől megkapom a kérdést, hogy tudok-e ajánlani növényeket árnyékos helyre, fa alá, háznak a árnyékába. Van rá nagyon sok lehetőség, nagyon nagy a skála, a választék a hosztákból, akkor a asztrantiából, asztilbek nagyon szépek, ott is nagyon bőséges a magasságból és a színskála. Páfrányok nagyon szép, ami nagyon jól érzi magát. Akkor vannak díszfüvek újból, például a Carex csoportból, ott is nagyon felhasználok, és nagyon trendik ugye a hojhérák, ami ott is nagyon széles a színskála. Az öntözés pedig ősszel is kardinális kérdés. Ha megveszük a növényket, akkor ugye sokkal jobban növénynek, ha nincs túl locsolva, jobban bírja a szárazságot, mint túl volna öntözve. Persze, ha nem vízi növényekről van szó, sőt, én azt alkalmazom, hogy kevesebbet öntözök, hogy az a növény jobban tudjon alkalmazkodni a szárazsághoz, és jobban átvészelje azokat a időket, amik például ebbe az évbe voltak. És a növények az egy gyönyörű világ, ami hozzá tud a keményebb telekhöz, szárazságokhoz, viszonyokhoz alkalmazkodni. Ennyi fért havi magazinunkban. Ha bármelyik részről lemaradt, vagy újra megnézni, megteheti a Győr Plusz TV YouTube csatornáján, vagy a Kertbarát magazin Facebook oldalán. Műsorunk egy pici pihenőre vonul, viszontlátásra!